hölgyek, urak, akkor Isten hozott benneteket másodszor is, és akkor kezdjünk el dolgozni. Lányokat meg szétültetem, hátul el szoktam, mert ilyenkor még nem tudják ám abba adni. Csak. Szóval, hogyha egy 2000 km-es űrhajót egyben tartani? Nem egyszerű, mert össze kell szinkronizálni a 2000 km-re lévő térforrásokat. A nem térnem időn keresztül össze lehet szinkronizálni, de akkor is gondolj abba, hogy mennyi téranomália éri még ezen kívül. Azokat a térforrásokat. Az összes térforrást, igen, ami benne van. Tehát ha valaki a közelében eldob egy gömbvillámot, például, akkor az aszinkronba hozza azt az egy térforrás, és akkor elmarad az űrhajónak az úgy a sarka. Úgy van. Tehát nagyon-nagyon taktikusan kell azt kijátszani. Megfelelő követési távolságban kell. Bizony, bizony. És nagyon kell figyelni, hogy nehogy, de még így is van veszély. Na persze, mert nincsen minden civilizáció összekötve egymással. Így van. Így is van. Térforrások úgy is létrejöttek, hogy mondjuk egy villám. Egy gömbvillám is hozhat létre térforrást, igen, és olyan, hogy leemeli az egész fedélszéket ám. Ha gondolj meg, hogy egy 100 tonnás űrhajót elvisz, akkor hogy ne emelnél egy ócska tetőt? Úgy egyben leemeli a családi háznak a tetejét, leteszi mellé. De voltak ilyenek sokszor. Meg Stonehenge-nek az eredet is így magyar, az, hogy űrhajóval építették, mert Angliában úgy tanítják a történelemkönyvekben, hogy az első szigetlakók építették saját kezűleg. Igen. Igen. De hogy? De nem. Körülbelül nem voltak ezek a nagy toronydarok. Hát toronydarok nem volt, meg hát azért ezek jó pár tonnás kőoszlopok, szóval nem egyszerű a történet, és ráadásul messzire van ilyen kő, tessék van. És mire építették Stonehenge-t? A Stonehenge-et a galaxis idejének a felére építették, emlékszem. És onnan a napnak a... Most van a fél ideje, a létezésének a fél ideje. Már amikor építették. Amikor építették, akkor volt a fél ideje, és arra építették. De az... akkor még? Jó pár éves is, azért olyan lekopottak az oszlopok. Tudtak azok olyan gyönyörű oszlopot, csak az idő vasfoga elszállt fölötte, és akkor lehet az oszlopokat úgy körbe-körbe, meg a homok, meg az egyéb, de az évezredek kellene, az a kemény évezredek kellene, az még ne lőjetek el, társak. Én is a kutyoló gyárból jöttem. Na. És hogy betévedünk egy ilyen időanomáliába, amit mondja az, hogy ugyanis például a Bermuda háromszög, hogy a jövőt látjuk. Olyankor a fényselőségének a sokszorosával közlekedünk, azért látjuk a jövőt. A fénynél nem megy ez gyorsabban. Tehát az UFO-k nem tudják elképzelni, hogy a büdös francba kerülnek ide a csillagok távolságából, ugye, mert akkor nincs benne hibernátor, mert voltak a lezuhant UFO-k, volt egy csomó lezuhant. Megtaláltak, belementek, megnézték, amerikaiak, oroszok, mindenki talált ilyeneket. Na, megnézték a lezuhant UFO-t, de nincs benne hibernátor, ahová befagyasztották volna darvadozni a palit pár ezer évre, hogy ide jöhessen. Ilyen nincs benne. Aztán az élő UFO-knak van ilyen, mint a varázsgömb a izéknek, a boszorkányoknak ilyen varázsgömb, és az a hazatelefonálgat. Hát így fogja a zsörgőről, és elbeszélget az otthonjakkal. Na de! Akkor ez hogy működik? Mert hogy vagy itt vannak a szomszédban, és akkor tudok vele beszélni. Na de hogyha csak annyira van, mint a hold, akkor már mindig egy másodpercet kell várni, meg oda, meg vissza válaszra, azt ilyen szakadozottá válik a beszéd, ugye? Mert kérdez van, csak utána buta pofával néz a riporter, tudod, hogy még fölmegy a műholdra, átforgatja a más formátumba elektronikusan, akkor utána visszasugározza a földre, megint átforgatják, aztán lesugározzák, tehát egy csomó ideig megy a jel, és ez így csúszik, késik. Tehát egy fél mondatot legalább késik a jel, amikor várják, tudod, az amerikai vagy akármilyen távoli helyen lévő riporter, kérdeznek valamit, akkor buta pofával áll még egy darabig, ő neki megy a duma, csak hogy el van csúszva idővel. Mert odáig is el kell menjen fénysebessége, meg vissza, de ott az elektronikus csúszások vannak. És azok annyira össze tudnak adódni, hogy a 39.000 kilométerre elmegy, meg visszajön, szóval azért jó sok ideig jön, megy ez a jel, és ezért csúszik. De a földön kívül így fogja az üveggömbjét, és beszélget a több fényévre lévő
Most az azt jelenti, hogy akkor, ha egy fényévre van, akkor egy évig odafele kell menjen fénysebességgel valamilyen, egy évig meg vissza. Tehát valamit kérdez, akkor két év múlva kap rá választ. De ez meg rendesen beszélgetés. Ezzel baj van. De nem érti senki. Már most azért ennek megvan a fizikában valahol a határa. Már 35-ben megvolt. 1935-ben megvolt. Már publikálva az Einstein-Podolsky-Rosen. És már megvolt. Mert rájött arra, hogy van egy olyan jelenség, ami nem fénysebességgel megy. Tehát maga az Einstein döntötte meg a fénysebességét, a C, varázslatos C határt. Azt maga Einstein döntötte meg. De az anyagra vonatkozik. Az a fényre is vonatkozik. Nagy egy a fény se tud gyorsabban menni a fénysebességnél, mert a keletkezési folyamata közben ő állandóan belemegy a múltjába. Na de hogyha gyorsabban akarna menni, akkor egy réteggel előbb már egy régebbi múltja van, aztán még régebbi, amiket ő keltett valamikor, miközben itt karingázott körbefele. És mennél régebbibe megy, annál hátrább lesz, tehát ez beszabályozza a sebességét. Nem tud gyorsabban menni, mert egyszerűen hátrább kerül. Erre nem tudok még az Einstein válaszolni, én már tudok. Tehát megtaláltad az a Istennőt? Jaj, de jó. Meg. Na, itt van az a Istennő, öt pöttyel az oldalába, és a fenekinél egy hiányzik, ha megnézem. Miért hiányzik? Na, mit gondoltok? Mély csend. Nem jutott rólamatra. Mert nem jutott rólamatra, igen. A fenekinél hiányzik egy, mert a térforrásokban öt forrás van, de hat helyen lépegetve. Tehát erről a képről világosan látszik, hogy tudtak a tértechnológiáról. Ha megnézed az AMP testén lévő fehér csillagocskákat, akkor azok a fehér csillagocskák hogy nem 64-en vannak. 64, pont annyi almandig van a Szent Koronánkon. Na hát, hogy van ez? Tehát tudtak a tértechnológiáról. Ha van ilyen évistenő, akinek 11 pötty van az oldalán, meg egy fekete. Ugye, az meg szintén rajta van a Szent Koronánkon, tehetség majd észrevenni, hogy ott a Szent Péter feje mellett a 11 kis időforrás. A időforrások vannak a Szent Koronán, rajta van az időforrás. A jogalom is rajta van az időforrás. Gyerekek, ez itt van 1000 évek óta? Egy 1000 éve itt van akkor is, 1100 éve biztos. Az azt jelenti, hogy már 1000 éve tudhatnánk a tértechnológiáról, hogyha nem egymással harcolnánk, hanem gondolkodnánk. Tehát a tudománya csak az a baj, hogy már egymástól is félnek a kutatók. Tehát most hallottam a rádióban, egy nagyon aranyos volt, aki felfedezte a exobolygókat, tehát a más csillagok körül keringő bolygókat felfedezte. Egy Hawaii obszervatóriumban fedez föl először, és mérte, megcsinálták, mérte. És négy naponként kerülte meg valami a csillagot. Tehát valami nagy tömegű valami, lehet, hogy az egy kis törpe volt, ami nem látszott az ő távcsövébe, mert olyan picike volt, fényerőben is valami barna törpe volt, nem tudom mi volt, de a lényeg, hogy négy naponta kerülte meg a másik csillagot. És ennek a fényében volt egy négy napos ciklus, ugye, mert amikor itt vagyok, hátam mögött vagyok, itt vagyok, hátam mögött vagyok, akkor más fényerőt ad, és ezt megmértek, és akkor leközölték, négy sorban leközölték a dolgot, évtizedekig szívatták szerencsétlen, évtizedekig cikizték, mondták neki, tudománytalan, hülyeséget beszél. Hát aztán kiderült, hogy most már vagy 5000 exobolygó van, most már elfogadták, beúzott nyakkal azok a szkeptikusok, mert nem akarja elhinni, és nem akar változást. Nem, az veszélyes. A változás az mindig veszélyes. Meg kéne tanulni a tranzisztor működését. Fúj, nem kell tranzisztor. Szóval ez így működik. Így működött, mindig így működött. És most már azért itt ideje lenne, hogy a Földön globálisan megváltoztassuk a tudományt, és hagyjuk érvényesülni azokat, akik gondolkodnak, mert most nem hagyjuk. De ezek megkapta a Nobel-díjat, vagy 25 év múlva? Na, hát a Sheldrake még aztán nem kapta meg. A Rupert Sheldrake pedig, az is egy nagyon nagy dolgot fedezett föl,
mert ott meg felfedezte a telekommunikációt, ami nem hanggal működik, hanem valamivel, ami fénysebességgel terjed a gondolat. Azzal felfedezte a telekommunikációt. Vagy nem is fénysebességgel, de végtelen sebességgel, mondjuk ilyen összefonódással megy, ilyen kvantum összefonódással megy, tehát az összes majommal összeköttetésben van. Nagyon érdekes. De hát ugye, ha fénysebességgel megy, akkor is azért nagyon hamar ott van mondjuk a Föld túloldalán mennyi. Hát 7-szer megkerüli a rövid túloldalán, és 7-szer megkerüli a 7,5-szer, egész pontosak vagyunk, megkerüli a Földet. Ugye 1 másodperc alatt. Tehát te beleszólok a mikrofonba, szevasz, hogy vagy, ilyen egyre halkabban ilyen visszhangot hallasz vissza, de megkerüli, amit mondok, azt mondom, hogy igen. Tehát ilyen érdekesen van. Van rövid túlámú adóvevőm, úgyhogy ez igaz. Működik. Körbe járja a Földet, attól függ, hogy az erétek, hogy áll, attól függ, ez sok mindentől függ. Tehát, hogy megy vissza. Éjszaka más a terjedés, nappal más a terjedés, de éjszaka is csak a félföldön van, hanem az egészen, ugye, mert felé világos van, mint a Holdnak. Ilyen sok idióta megmondja, hogy a Hold sötét oldala, hát jól van. Ébredj már fel, fiam, de hová jártál, faiskolába? Tehát tényleg, hát egy gömböt, ha süt a fény, most nagyon nyomulnak megint ezek a vizék, nagyon nyomulnak ezek az idióta síkföldesek, nagyon nyomulnak, nagyon mondják a maguk, hát ilyen van. Tessék, parancsolj! A számuniverzumon keresztül vannak ezek a térforrások szinkronban modulálva az űrhajóban. Igen. A számuniverzumon keresztül lényegében egyszerre történik. Tehát olyan gyors, hogy a egy térperiódus alatt a számuniverzum kimegy az egészen az univerzum sok milliárd fényévre lévő határáig, és vissza is jön ennyi dolog. Feltételezem, ami redundancia is van benne, tehát... Van egy pici térbeli csúszás, időbeli csúszás is, de ez valami egészen parányi. Tehát a mi léptékünkben ez nagyon parányi. De már mondjuk egy atom léptékében, vagy egy lélek léptékében már nem. Ott már számít, mert nagyon pici távolságokról van szó. Tehát ott számít. És ezek mind érdekes dolgok, ezekkel érdemes foglalkozni, gondolkodni. Gondolkodni ahhoz nem kell pénz, ahhoz nem kell apparátus. Gondolkodás az ott van. A fejed aztán gondolkodó. Tehát nem igaz, hogy nekem erre nincs pénzem, meg nincs időm, nem ne szórakozz aztán ilyen hülyeségeket, ilyen izaurákat meg szívrepesve nézel át. Jó. De jó, nem én nekem semmi bajom azzal, se szórakozás kell a lányoknak is, de hát ez egy férfinek már ilyen, hogy hívják? Mondjuk, ha még valami sci-fi, akkor még megnézem a folytatását, de mondjuk egy ilyen. Amikor már ilyen primitív, már ilyen nagyon sok lövöldözős sci-fit is csináltak, az már ilyen gyenge. Tehát voltak próbálkozások, voltak érdekesek, azért jó sci-fik voltak. A Lem írt nagyon jókat. Jók voltak, régi sci-fik, és nagyon, nagyon okos sci-fik is voltak. Mint ahogy nagyon jó krimik is voltak. Tehát az Agatha Christie-t megcsinálták filmen, az olyan jó volt, megmutatták néha, hogy ki a gyilkos, de hogy jött rá a nyomozó, meg hogy vitte az erdőbe be a bűnözőt, na az volt az izgalmas benne. Tehát az érdekes volt. Ezek a állandóan tüzelő, Bruce Willis jön, Kate Stucker, hát jó van, láttam a helyek, de tulajdonképpen hátat hordítasz az ilyen filmeknek, és a hátad mögött megy a film, teljesen mindegy, a szinkrohang ugyanaz, teljesen mindegy, azt hallod, hogy ordít, lő, boly, fékcsikorgás, de ugyanazt hallod mindegyikben, tehát nem is tudod, hogy melyik filmet nézed. Mert annyira unalmas, nincs történet. Az Hollywood kifogyott a történetekből, hát ameddig a magyaroknak nagy hatalma voltak, addig csináltak nagyon jó filmeket, most már nem. Hát most már nem. Ezért aztán a Casablancát nézik meg 16-szor hetente, és mert az még olyan romantikus, és a nők könnyezve nézik, és jaj, de kell a szórakozás a lányoknak is, de hát ez azért van ilyen nagy sikere, mert jó volt megírva, jó volt megcsinálva, jó volt története volt neki. Még az üvegtigrisnek is volt története, szóval pedig egy marhaság volt, de mégis tudtunk rajta marhajókat rögni.
mert vulgáris volt, hülye volt, mit tudom én, de mégiscsak lehetett egy jót rögni rajta. Nem, most már ilyen nem poénok vannak, hogy, hanem ilyen gyenge erőködések, nem az igazi. Tehát ez az igazi tudás, ez itt van, ez a Istenő, na ez egy tudás. Mondja. Izgat, hogy milyen egy 4D-s gömbvillám, meg milyen egy 5D-s gömbvillám. Miben hasonlít egy 3D-s gömbvillám? Teljesen hasonlít. Belső szerkezete más. Másképp is néz ki. Hát más a megjelenése is. Más a megjelenése is. Mérete is gondolom a... Mérete is. Kiteljesedések számára. De ezek ilyen ekkoracskák, ezek a gömbvillámok. De hát igazából annak a közepén van egy pontszerű pici kis időforrás, és az a lényege, nem ez, ami körülöttük. És az emberi fraktál elágozást. Ez az összeszedett atomokat bolondítja. Tehát amit a levegőből vagy valamon összeszed atomokat. Ionizálja. Nem csak ionizálja, hanem bolondítja, tehát ilyen keringeti, meg bolondítja. Tömegével magához vonza, nem csak ionizálja is. Van tömege, mert a térforrásnak is van tömege. Vagy terével? Magába fűzi? Igen. És akkor ott kavarja őket, keringeti őket. Hogy tudja magára fűzni? Vannak lagráspontjai, keringeti. Mit? Hogy tudja magára fűzni? Hát ő primer, tehát ő előbb van. Tehát parancsol az alatta lévőknek. De ezt a parancsot azért nem úgy értsed, ilyen középkori valóságokat gondolják. Tehát a felsőbbrendű térforrás az alsóbbrendű térforrásnak parancsol. Előbb volt. Mert előbb volt, így van. Előbb van. Olyan helyről szerzett anyag, ahol primerebb az anyag, mint nálunk, abból lehet ilyen térforrásokat például kinyerni. De gömbvillámok létrejönnek villámlásnál is. Most ha derékszögnél nagy, hegyesebb szögbe fordul el egy villám, tehát ilyen nagyon hegyes szögbe fordul, mondjuk nem úgy csap bele a villám a villámhárítóba, ami így áll, hogy oldalról, hanem így valahogy így alulról csap bele, tehát hegyes szögbe csap bele, akkor egy gömbvillám keletkezik. És az ott össze-vissza, úgy hívják, hogy matató villám. Matató ménkű. Matató ménkűnek is, de a ménkű az igazából kő. Ez nem kő, ez egy térforrás. Összekeverik a szezont a fazonnal, mert a ménkő az tényleg egy kődarab, ami a mennyből jön. Sokáig azt mondták a fizikusok, olyan nincs kő, ne, égből nem jön semmi kő. Aztán jött. Tessék, a hegyes szög miatt eldob kettő forrás és hatósá válik a nyolcas port. Pontos. És az a nagyon érdekes, hogy néha mikrohullámokban is keletkeznek ilyenek. Szórakoztak vele szőlővel, beraktak szőlőt, meg ilyeneket, és akkor keletkezett benne ilyen miniatűr gömbvillám, ami ott keringett össze-vissza. Az egeri pont ilyenekkel is kísérletezik. Az is nagyon érdekes. Az is. Csuda érdekes. Tehát ezekkel érdemes, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni. Az, ami ott fel van téve, az egy térforrás. Mármint. Hát a null. Az egy térforrás, leírva, elmondva, hogy hány dimenziós, hogy működik, mert el van mondva. Máshol hogy nevezik nullot? Mert oké, Egyiptomban null. Hát nem tudom, hát a nullfederes a deszka is. Az más. Hát így, hogy más. Hát, yeah, mert a rés meg a köcs. Hát most jó van. Mert az sokkal jobban, könnyen meg lehet jegyezni. Ha ilyenről beszél, hát azt mindig mindenki megjegyzi. Lehet, hogy azt mondja, hogy ja, ne veszünk ilyen csúnyán. De ez olyan, mint mondták nekünk, hogy azt, hogy csinál, azt nem illik leírni. Csinál. Azt a szót nem illik leírni. Nekünk az iskolában tanították. Még általánosban, hogy azt, hogy csinál, azt nem. Tehát én még a büdös rohadt életben nem hallott, hogy valaki gyereket készít. A paprikás köbbit készítjük, de gyereket azt nem készítjük. Tehát, és akkor jöttem rá, hogy a tibeti szótárat csináltam, akkor jöttem rá. A csi. Nem. Ha csinál. Biasz. Biasz, igen. Egy jé van benne pluszban. Na azért, csúnyán nem szabad beszélni, ugye ez, ja, hát ez, tehát ez a lényeg. Csináltam a tibeti szótárat, és akkor ott benne volt az, hogy csinál. Nagyon sok magyar szónak az értelmét megérted a tibeti szótárban. Nagyon sok. Meg a
mondtad az előbb, mondta valaki az Új-Zélandon a maorikat. A maori nyelvében legalább 40-50 szó rokon a magyarral. Na de az a föld túloldalán van, édeseim. Mert mi? A népvándorlás, tudom, a népvándorlás, a jövevény szó, értem? Valami. Mert erre vagyok, hogy meg az öreg anyád az. Persze. A maori, ugye azok Hawaii-ról menekültek el, vagyis hogy onnan a Hataisról menekültek el. És ilyen kenukban, meg mit tudom, miben el tudtak jutni valamilyen szárazföldre. Tudtak horgászni valahogy, fogtak halat, a halban van édesvíz, ha megeszed a halat nyersen, és túléled. Igen, megeszed nyersen, és akkor utána túléled a nagy tengeri kalandot. Meg különben megették még a gumicsizmájukat is, akik ilyen elsodoltak. Minden volt. Komolyan megtört. Azt akarom mondani, hogy ázsiai, mint akár csak mi, a maorik is Ázsiából kerültük. A mongolitak... Nem, jól hangzik. Kínában is van egy ilyen tartalány, ahol magyarul beszélnek, mert még a rádió is. Japánban is van, Észak-Japánban. Igen. És ez a lényeg, hogy az Ataiszról származtak el, nem Atlantis, Ataiszról, a csendes oszán. Atai csendes oszán. És ott Hawaiin is, ha megnézed, akkor Hawaiin egy nagyon érdekes, egy európai írásuk van nekik, csak tükörképes, mintha te tükörírással írnál. A Hawaiiaknak az eredeti írása. Már jobbra-balra. Igen, tükörképes. De olyan, mint a magyar, vagy a latin betűk. Csak hogy nem a latinok találták ki a latin betűket, hanem már az etruszkok hozták meg, már sokkal régebbi. És ez a nagyon érdekes, hogy aztán utána bemagyarázzák. Egy olyan érdekessel találkoztam, hogy egy sírkő feliraton rajta volt az ABC, ABC, DFGI, Carmen, OPRSST, UBZ, és tükörképesen volt ráírva a tetejére az ABC. Vizsgamunkkal a kőfaragónak. Vizsgamunkkal a kőfaragónak, hogy valami mondott. És azt mondták, hogy ismeretlen európai írás. Ez olyan, mint hogy találkoztam egy magyarul megjelent, csak már nem tudom a címét, egy ilyen Jugoszláviára, akkor még létezett Jugoszlávia, ilyen Jugoszláviáról szóló ilyen turista-szerű könyv, és akkor ott volt abban egy tipikus, nagyon precízen kidolgozott földön kívüli fej, egy igazi földön kívüli pofa, és ott volt rajta, hogy stilizált fej. Jó, erre emlékszem. Emlékszel? Emlékszem. Volt folyár is, meg volt nekem még valami. Egy butószerű fej volt. Nem butó volt, egy, mert nem gyíkszerű volt, hanem ilyen nagyon furcsa ilyen tojásfejű volt, de nagyon precíz mintákkal mindenhol rajta. Tehát nem az van, hogy össze-vissza faragtak valamit, hanem nagyon szépen ki volt dekorálva, díszítve, precízen, pontosan, és ezt valahol Pristinában vagy hol találták. És akkor ez benne volt ebben a turista könyvben, hogy egy stilizált fej. Találtak ott ilyen óriás csontvázakat is, akkor ott van a piramisok, ugye ott voltunk a feleségemmel, meg a fiammal, voltunk a piramisoknál, az is érdekel, a Viszokói piramisok. Az is, ott 5 piramis is van, meg a barlangjáratban, meg mindenben jártunk, megnéztük. Marskő van. Marskövet láttam, Marson számoló követ láttam. Ott a piramis alagútjában. És puha kő, kulcsal meg is lehetett faragni. Nagyon, nagyon magyarrá szerették volna nyilvántani, valaki húzott rá egy vonalat, az éppen a fiam volt, és akkor egyből betű, sláma, a rovás írás, közé szak. Hát nem, de a lényeg, hogy Marsról származott kő volt, és 35 ezer évesek azok a piramisok, 35 ezer éves. Ameddig ezek a másik piramisok, ezek 13.600 évesek, már csak 4.000 évesnek, 6.000 évesnek mondják legfeljebb ezeket az egyiptomi piramisokat. De a piramisok a hold pálya, vagy a föld pálya megváltoztatására épültek, és nem a fáró temetésére. Hanem hogy a föld pályát módosítani kellett, és sikerült is 15 nappal módosítani a földnek a pályáját. Nem lehet volna egyszerűbb a holdat módosítani? Nem tudták elérni, védve volt.
védve volt. Az anodak kiköttek rajta baromi komor fegyverekkel. Nem volt hozzá nekünk olyan fegyver. Neki akkor neki csapódni egy bolygónak. Neki is csapódott. Neki csapódtak, de csak 2000 év volt rajta, akkor nem akarnak neki csapódni. 2000 év volt csapódott neki, addigra már a fiatalok azt leszarták a izét, technológiát, milyen szar, igen. Az azonnak, akik jöttek vele, aztán ott hagyták az űrhajójukat, a Holdat, aztán azért kavérnyázott a... Nem, leszálltak a földre, lehordták, volt nekik ilyen leszálló űrhajóik. Kipakoltak belőle és ott hagyták a földre, kovágyni, és leszolták, hogy 2000 év múlva majd nekik. Így van, de ők közben őket kiírták. Tehát közben utolérték őket azok, akik elől menekültek. És akkor nem volt, aki utána módosítsa. És nem volt, aki módosítsa, így van. Még akik módosították volna, azok nem tanították, tudod, ez 2000 év az nagyon sok. 2000 év alatt erodál minden tudás. Hiába tudod, erodál, kész. Jönnek a hülyék, a kulturális forradalmak, ezek jönnek. A hülye mindig van, gyerekek, az mindig, bőven van. Gyuri Mácsi, időutazással kapcsolatban lenne egy kérdésem, nem tudom, hogy most időből, hogy az milyen magyarázható, hogy például álmunkban előszakott volna, hogy látjuk a jövőket, illetve a lélek a gyorsabban a fénysebességgel, vagy pedig már alapból bennünk van a lélek forgató. Sem tud gyorsabban mozogni a fénysebességnél, mert anyagból van. De ha nem térne, nem időben mozog, akkor képes rá. Például tudom, ismerem Gyuri bácsinak a történetet, hogy ő látta, találkozott a feleségével, még mielőtt megismerkedett vele. Nem, én csak láttam. Nem találkoztam vele, igazából fizikailag nem. Fizikailag nem, csak láttam. Koromban láttam a feleségemet, már hogy mikor leszek 30 év fölött, már 30, bőven 40 körül leszek, amikor meg fogom őt ismerni. Ez és én láttam, és a mondatotra is emlékeztem, hogy mit fog mondani. És azt mondta. Ez most az időutazása magyarázat, hogy az, hogy már alapból bennünk van a forgatókönyv, és mi magunk állítjuk össze, mi őt megszületünk, meg a szüleinket is mi. Eleve az van bennünk egy eltervezett élet, mindenkiben van. Tehát akkor ez nem az időutazása magyarázat. Nem is, nem ütetése, nem. Nem anomália térugrása. Nekem már, én hozzám eljött a nagyfőnök, 5 éves lehettem, eljött hozzám, meglátogatott engem, én jöttem be a kapun. Ugyanolyan kis Jersey melegítő volt rajtam, mint én rajtam, és odajött, hogy kisfiú, játszhatok veled? Mondta meg, hogy igen, tologattuk a favonatot. És közben benézett a szemembe, és így lejátszott az életemet, az egészen. Kösz. Lejátszotta nekem az életemet. Megpróbáltam a nagymamámnak elmesélni a lehülyézet, úgyhogy jó. És aztán utána még 20 éves koromban is lejátszódott ugyanígy. És akkor már emlékeztem minden részletre, és akkor már lejátszottuk, és még az előző asszony, akivel éltem, az előző asszony az, akinek kérdezett tőlem, amikor összeismerkedtünk utána, hogy meddig leszünk mi együtt, mondom, kerek 20 évig. És kerek 20 évig voltunk együtt. És a főnökömnek, az akkori főnökömnek, amikor letelt ez a 20 év, akkor a főnökömnek mondtam, hogy na, most fogom megismerni a következő feleségemet. És akkor ismertem meg. Mentem Olaszországba egyedül nászútra. Ő is egyedül nászútra ment, és találkoztunk. És ez jó volt. Mindjárt Velencébe volt a nászút, ez nagyon jó volt. És azóta együtt vagyunk első naptól kezdve. És minden feleségemmel együtt voltam első naptól kezdve. Nagyon érdekes. Első naptól kezdve. És együtt is maradtam vele valameddig. Azt is tudtam előről, nem fog sokáig tartani, vagy sokáig fog tartani. Nagyon érdekes. És ezt előre megmutatta nekem a nagyfőnök, és akkor én tudtam. Tudtam előre, hogy mi van. Meg az örömhíreket is előre, meg a bánatokat is tudtam előre, sajnos. Tudtam, mert rá láttam az életemet, és akkor így becsillant, hogy jó, itt most jön az, és nem tudod elkerülni. Ilyen dezsabűszerűen? Dezsabűszerűen, igen. De úgy becsillan, hogy ja, én ezt láttam, nagyon ciki, most jön a balhé. És jön. És nem tudod elkerülni. Jó. De láttam, hogy mi lesz, hogy lesz, és úgy lett. De én is láttam az ex-nejemet, 10 hónappal azt megőrzem, amikor találkoztam vele. Belép harolt, és azt mondta, hogy gyere, menjünk. És elvitt magával. Aztán 10 hónap múlva összeismerkedtem vele. Ugye milyen jó?
Igen, a nagy szerelmek az égbe köttetnek, hát persze, adja magát. Ez gyönyörű szép. De van eredmény, megjött a harmadik kisunoka, a legkisebb fiam már, gyönyörű, édes, egy kisfiú le. Nagyon bizony. Elnevezte a nővérkéje Matyinak, az is lett. Matyi, kész. Mert hogy Kisfaludi Matyi. Van még Kisfaludi Matyi a családban. Annak két fia van. Svájcban élnek meg, Németországban. Tehát ott kavarnak. Hosszú, bonyolult történet ez. Nem azért mentek el, mert kivándorolni akartak, hanem azért, mert muszáj volt. Hát ilyen az élet. Nagyon szeretnék, minden diktatúra szeretné megszabadulni az okos embereitől, mert azoktól fél. Mert az okos emberek, az okosabb emberek, a hülyéknél okosabb emberek, azok tudják irányítani. A hülyék is tudják, csak azok beviszik az erdőbe. Okos embert nehéz irányítani. Okos embert nehéz irányítani, mert gondolkodik. A hülye az nem gondolkodik, előre, az így működik. De az okosabb ember az már gondolkodik, és már nem lehet bevinni minden hülyeséggel. Mert ezeket a dolgokat látja előre, hogy át akarsz venni. És ez van. Itt a levinnék ezért, nyilván akkor ezért írtották az értelmiségi réteget Oroszországban. Kinyírták, ahogy hatalomra jutottak. Persze, az értelmiségi réteg ment a lecsóba. Úgy akkor is a világ az visszakövetkezett a mizőjé. Például amikor Mao Zedong hatalomra került Kínába, megmondta, hogy Kína még egy krumplit sem tudnak kilőni az űrbe, azóta meg már eljutottak a kínaiak az űrbe is. Tehát azért saját űrállomást is csináltak. Igen, tehát a világ visszakövetkezett. És leszálltak a túloldalán. Ahová más nem nagyon szállt le. Bár azért szálltak le, csak nem beszéltek róla. Csak egy átjátszó kell hozzá. Ők egy átjátszóval közvetítettek, volt túloldaláról. Igen. Nem az, amivel fölment, ugye volt egy űrhajó, és az űrhajó ledobott egy kisebb egységet, ami leszállt a Holdra. Oda, ahol akarják, mert hogy onnan látta, ahol repült, hogy hová fog leszállni, még látta. Bár elég gyorsan keringett a Hold körül, de látta leszállni, és akkor nem túl magasra engedte le. De a Holdon kisebb a gravitáció, könnyebb lefékezni, leszállítani, ott a ejtőernyőn nem lehet, mert ejtőernyőben nem lehet fékezni a Holdon, mert ott vákum van, úgyhogy a vákumban nem fog az ejtőernyő. A Marson fog. A Marson sokkal sűrűbb a légkör, mint amit nekünk mondanak, tanítanak. Milyen jó kis helikoptereket építettek. Ugye száll is a kis helikopter, a Marson szállod át a kis helikopter. Kicsit nagy lapátja volt neki, elég széles, elég nagy lapátja volt, de repült a Marsi légkörbe. Hogyha század annyi lenne a légkör, nem hinnék ebben, hogy ez repült. De ez repült, de vagyis, hogy nem század annyi a légkör. Talán 0,7 atmoszférányi lehet. Tehát nincs annyi, mint a Földön, de most nagyon terraformálják, nagyon. Fákat telepítettek, vizet hordanak rá, minden van. Vizet is hordanak rá. Valószínűleg szereztek valami csillagkaput, és a csillagkapukkal leteszed az egyiket a Marson, másikkal csak kóricálsz ott a kisbolygó kövezetével, találsz egy ilyen jégtömböt, valami bele dobodott, meg kiesik. És akkor nem kell űrhajóval átszállítani, mert az egy érdekes, mert ez olyan, mint egy ilyen finoman hullámzó víznek a felszíne, ilyen lágyan hullámzó víz felszíne, olyan a csillagkapunak, amilyen a filmben volt, a csillagkapu filmben, tényleg olyan. És ott át, mi van ott? Hát a marsi kis helikopterek. Ja, a marsi helikopterek. Nagyon aranyos kis helikopter, és közvetített a marsjárónak, az meg közvetítette föl a Mars körül keringő átjátszónak, ami elhozta őket odáig, és az még arra van használva, hogy kering a Mars körül még sokáig, és onnan képeket közvetít a Mars felszínéről. Meg átjátszónak is lehet használni, de ezekről a kis izékről, holdjárókról úgy közvetítik, vagy marsjárókról úgy közvetítik a képet. Hogy az átjátszóra följátsszák, onnan meg haza a Földre. Ez de gyönyörűen működik. Hát a Marssal még lesz kapcsolatunk a földieknek, erős kapcsolatunk lesz még. Igen, mert még sokan átmennek, olyan 440 ezeren körül át fognak menni a Marsra összesen. Onnan is jöttek át a Földre, vagy 2000-re jöttek át, kaptak még útlevelet is. Oroszokhoz is jöttek, amerikaiakhoz is jöttek.
a nem létező, tudod, a nem létező UFO-k, a nem létező, ez mind nem létezik, amit én mondok. Na, ezek a nem létezők jöttek át. És akkor érdekes dolgok voltak. Ezektől nagyon sokat lehet tanulni, százezer évekkel járnak előttünk. Hát ezektől őrült sokat lehet tanulni. Néha persze nem érted meg, mint a Bantonéger a rádiótelefont csapkodja, mert nem tud vele mit csinálni. És nem azért, mert Bantonéger nem látott meg ilyet. Azt is meg lehet tanítani, és akkor okosabb lesz. Még szervizt is nyithat, rádiótelefon szervizt is. Tehát nem ezért csak, ha nem tanulta valaki, hát az nem tudja mire használni. Tehát itt van a lényeg, hogy most is a Földön milyen korszakat élünk. Hatunk korszak. A francokat egy százfőcsben ott rohangálnak Brazíliában az indiánok. Nem? Ott rohangálnak. Vagyis, hogy ős emberek rohangálnak, még kanibálok is talán rohangálnak. És nem ezek a braziliaiak, de még az sziget óceániában még előfordul, még most is. Még nem túl régen tudom, hogy ilyen valami nagyon gazdag, ilyen rocsi gyerek vagy valami, vitt nekik szeretetből egy csomó baltát, hogy ne killodjanak a kőbaltával. Mindegyünk verték egymással, hát most ilyen. Mert a szomszéd szigettel rendszeresen átmentek és háborúztak. Olyankor agyonvertek 8-10-et, visszamentek, megették, kész, el volt intézve. És hát a kis kanibál megy az apjával az őserdőbe, egyszer csak nagy csörömpölve jön egy tank. Papa, mi az? Az, fiam, konzerv. Kívül a bádok, belül a finom husikan. Aztán mennek tovább, és egy gyönyörű szőkenő ül a tisztáson egy rönkön. Papa, hazavisszük, megesszük. Nem, fiam, hazavisszük és megesszük anyának. Szóval ez is ilyen. Tehát a kanibalizmus az előfordul minden fajnál. Tessék, Pancsó. Még, ha már az atomkorszak szóba került, pont ma beszélgettem egy barátommal Messengeren, és tehát a háborúk az amerikaiak ledobták Japánra az atomokat. Én az a köztudat, hogy a mi tudósaink, tehát Telleredék, tehát a zsidó tudósaink megcsinálták nekik az atomokat, azzal letették be őket az amerikaiak, hogy majd a náci Németországra fogják ledobni az atomokat, ehhez Japánot dobták Hiroshimára, hogy Nagasakit, azt mondta a barátom, hogy nem is atomokat dobtak, mert utána nem volt sugárzás. Dehogy nem volt ott. Még most is van, dehogy nem. Oda fényképezte a falra, olyan sugárzás van. Ne viccelj. Hogy nem lett volna. Úgy volt sugárzás, atombombát dobtak le. Egyetlen másodperc alatt valami 200 millió ember halálát okozta. Jóban, hogy igen, 200 ezer. Mennyhetózás. 150 ezer, 200 ezer. De sok, igen. 100 ezer mi az volt biztos. És még utána is nagyon sokan haltak meg a nem létező sugárzás miatt, amit mondasz, még utána évtizedekkel is sugárbetegségben haltak meg. Szóval azért, hogy mondjam, ez a majdnem olyan... Ez a Csernobil is sugárzik. Csernobil is sugárzik most is. 4-5-szörös sugárzással sugárzik. Tehát még a közelben is 4-5-szörös. A háttérsugárzás 4-5-szörös legalább, de van ahol 15-szörös. Igen. De visszaköltöztek ilyen öregek. Visszaköltöztek egy csomóan. Sugárállóak, nem tudom. Visszaköltöztek. Ő hazament meghalni. Nem akar a városban élni, ő hazament meghalni. Érdekes, hogy ilyenben voltam a Slavoticsban. Szálltunk meg. A Slavotics az egy város, amit építettek a Csernobil helyett. Hogy legyen hová költöztetni az embereket, és akkor a ukrajnai nagyvárosok összeadtak lóvét, és akkor abból mindegyik épített egy házat, vagy öt házat, épített valamennyi. Pripyat helyett. Pripyat helyett, igen. Igen, és akkor oda átköltöztek. Sugárzó arccal. Mert hogy azért sugároztak ezek, mert kaptak a pofájukra rendesen. Sokan meg is haltak. Hát ez is olyan, hogy ott is az volt, hogy hülyeségeket csináltak. És lekapcsolta az izéket, lekapcsolta a vészhelyzeteket, parancsolta. Gyuri bácsi, mit csináljunk egy atomcsapás esetén értelemben? Atomcsapás esetén? Lapos kuszás a temető felé, mert nagy lesz a tolakodás. Például. Na, a lényeg az, hogy jól nézd meg, mert ilyet még egyszer nem látsz. Csukd be a szemet, hogy ne folyjon bele a sisak. Ne folyjon bele a sisak a fejedről, igen. Már becsukod a szemedbe, belefolyik, a leolvadó sisak belefolyik a szemedbe.
Igen, szóval vannak ilyen atomrobbanásos viccek, de szerencsére magyaroknak van humorérzéke. Ez ilyen nagyon durva hangzik, de van humorérzéke. Az a nagy baj, akinek humora nincs, az mindenre képes. Tehát humorérzék az kell az élethez. A nagy bajokat is sokkal könnyebben visel, de nem rokkalsz bele, mert nem leszel életre idegbeteg. Így még nem jártam. Ki van írva a sírodra? Így még nem jártam. Hát ez is olyan humor, gyerekek, a magyar humornak annak a mélysége van, az úgy szól, az úgy odapuffan. De az a jó, tessék, Pancsó. Marsi migráció, gondolkodom már mióta szóba került, hogy néhány ezer ember át fog menni a Marson, azért az nem egy pártyás menet kezdeni. Már régen életet, költöznek. Mert ott minden nap a túlélés. Mondom, már régen költöznek. Már két elég nagy város van, oda költöznek. Azért az nem olyan, mint a Drága a buli, de költöznek már. Higgyed el nekem, költöznek. De ez nem retúli egyes út. Érdekes, a két nagyvárost úgy hívják, hogy Ádám meg Éva. Érdekes. Már a ott lévő hatalmas alagútrendszerek vannak, föld alatti rendszerek, ma hatalmasak vannak. Itt is, amikor ilyen, hogy mondjam, ilyen balhé volt kintről, tehát támadták a földet kintről, földön kívüli másik faj támadta, akkor nagyon leköltöztek a föld alá. Nézd csak Törökországból, milyen város, 5-6 emelet mélyen. Igen. Ott vannak a városok a föld alatt. Tehát egy egész nagy falu beköltözött a föld alá. És ezek voltak a túlélők. Aki a felszín maradt, szétlőtték. Kész. Mindenféle nagyon precíz műszerrel megkeresték, nikdambi. De ki az, aki ilyen helyre akar költözni? Senki. De akkor miért költöznek? Mert túl akar élni. Ennyire ketyeg az óra? Ennyire ketyeg az óra. Az összes jós megmondta, csak nem hiszi el senki. Ilyet nem szabad elhinni, hát ez borzasztó. Jó, hát a jósoknak nem szoktak hinni. Mit? A jósoknak nem szoktak hinni. De, hogy nem. Az ilyen klerikális meg. Az ilyen, de nem csak. Szóval Nostradamus miket mondott el előre? Meg egy pár ilyen jós miket mondott el előre? Vagy a Leonardo miket csinált meg előre? Gyerekek, megcsinálta a pedálos, láncos kerek, biciklit. A Cseppel bringát lerajzolta legalábbis. Ő ezt hogy látta? Hát a főnök elvitte, hozzájárt dámázni meg sakkozni a főnök. A nagy főnök, a nagyon nagy főnök. Hozzájárt. És az Jézus, melyik, úgy is mondhatjuk. Az melyik látó volt az, hogy Nostradamus, de nem biztos. Jóban voltak. Aki látta a World Trade Center támadást, megmondta, íromány van, hogy a nagyvizen túl áll két ördögi torony, és két ördögi torony alá száll két tűzmadár, és a kezében fákliát tartó azt, hogy látja, hogy a két ördögi torony összedől. Még akkor Amerikát föl se fedezteti. Ugye? Na, hogy ez hogy van? Ez. Igen, csak ilyeneket, amikor megtalálsz, de tényleg eredetibe, ezt nagyon meg kell nézni, hogy eredetibe, akkor azért el kell gondolkozni. Volt az a Windingexben volt olyan, emlékszel volt, hogy a torony repülő Windingexben volt ilyen, betűtípus. Beírtad, hogy szeptember 11 és kijött a két torony a repülő, vagy valamit kellett beleírni. VTC-t kellett beírni. VTC-t beírtad, és akkor kirakott két tornyot, meg egy repülőt. Szóval azért az is érdekes, hogy az pont úgy, és tehát a jósok ezt látják, csak senki nem hiszi el. Az ördög a részletekben bújt meg. Volt egy olyan, betiltották, de volt egy olyan Scalium, vagy volt az a, azért, mi volt az a... X-szakták. Volt egy olyan X-szakták, de még a tornyok előtt, teszem, a 2001-ben volt ugye, vagy mikor, 2001-ben volt, és már jóval előtte, már ott volt egyértelműen, hogy nekem, ha volt egy ilyen Cessna szimulátorom, ilyen Commodore-ra, hát az még Commodore volt. És a Commodore-os térbeli repülőszimulátor, hát ilyen nagyon primitív grafikával, de 49 műszer ment a műszerfalon meg, szóval azért kellett tudni vezetni. A lényeg az, hogy három dolognak lehetett neki menni New York-ba. Bármelyik toronynak neki mentem, így átmentem rajta, semmi. A két VTC toronynak neki mentem, akkor crash. És még a izé volt benne a Brooklyni híd, aminek, ha neki mentem, az crash. Az összes többinek, mintha ott se lenne, átmentem rajta. Nagyon-nagyon érdekes volt, amikor történt ez a balhé, mert hogy
a két torony, és benne volt a harmadiknak a brooklyni hír, ami aztán nem történt meg. De még bemondták, tehát én még hallottam, hogy benne volt, hogy azt fogják megtámadni. Aztán mégsem támadták meg valamiért, azt nem tudom. Nem tudom. Tehát azért ezek mind olyan elgondolkoztató, érdekesek. Ezeken el kell gondolkodni. Ha nem gondolkodsz, akkor mindent elhiszel. Jó van. A történelem tele van hazugságokkal, pláne a miénk. Hát nekünk aztán olyan történelmeket írtak. Megírták nekünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Nagyon megírták. A jövevény szavainkkal, meg mindennel. Megírták. Csak az a nagyon érdekes, hogy hát 70 ezer éve mondhatjuk magunkat magyarnak. Az nem két év. 70 ezer éve nem a Földön kezdődött a történet. És az a nagyon érdekes, hogy a nagyanyáink még emlékeztek, vagy tudtak valamit. Magyarnak és nem hunnak, avarnak, szkítának? Nem, hunnak. Hunnak. A magyar az az egyik. A hun nemzetség. De csak nemzetség. De az nem jó, az nekem nincs felesenekből. De amikor bejelentettük a hun kisebbséget, 5500 cikket írtak rólunk. 5500 cikket. Magyarországon 5-öt. Nem tudom, figyelsz-e. Hát miért akkor a Kurultáj volt, arról semmit nem írtak. A 300 ezer ember ott volt. Egyszer volt. Hát még tudom, hogy leesett valahol egy bádó falevél, és akkor arról írtak hatalmas cikkeket. Na jó van. Szóval erre azt mondom, hogy hát jó van, uralni kell a sajtot, és akkor mindjárt van minden. Na nem uralod a sajtot, azt írnak a takarnak. Na, ennyi. És így ez egy ilyen veszélyes sport, de az eszet, az észrevesztelik, az eget észrevesztelik, nem észre, és ezzel lehet, eszet nem adhatunk senkinek, de azért van egy kicsi eszünk, akkor gondolkodunk. Ezért félnek nagyon a magyaroktól. Azért vedd észre, hogy a Fasori gimnázium milyen hatalmas sikereket. Teller. A Teller meg egy csomóan, akik kimentek bosszút állni a németeken. És akkor megcsálták az atombombát, abban majdnem mint magyar zsidók voltak. De egy gondolkodásmódot is vittek magukkal, mert nem mindegy, hogy honnan jön. Tehát nem mindegy, hogy honnan jön. Aki magyarul beszél, annak van egy nagy, már maga az, hogy tudsz magyarul, az már egy érdekes gondolkodásmódot is hoz. A ragragozó nyelvek, az egy nagyon más lehetőség. És most egyszer Einsteint megkérdezték, hogy hiszen az Földön kívülekben, és az volt a válasz, hogy igen, itt érdeklődünk, a magyarok azok. Igen, így van, mert a Marsról jött egy része a magyaroknak. Egy része a Sirius rendszerből jött, egy része a Fiastyú rendszerből jött, egy része meg az északi sarcsillag irányából jött. De mindenki betelepül. És erre emlékeznek, a nagyanyáink megjutották, ez az északi sarcsillag, ez a göncölszekér, ez a kis göncöl, ez a nagy göncöl. Tehát meg tudták mutatni a nagymamák. Érted? Ma a egyetemi tanár, mondom, na melyik az északi sarcsillag, nem tudja megmondani. Egyetemi tanár. Na, tessék, bácsi. Tegyük hozzá, hogy mindenki betelepül a Földön, ahogy Jöri bácsi mondta. Tehát mindenki betelepül. Ilyen privilegizált csak. Nem privilegizált, nem. Hogy most fú, magyarok Földön kívül jönnek. Nem. Nem privilegizált. És az egyiptomi vonalban is nagyon sok magyarság van. De nem a rabszolgák között. Más testekkel jöttek. Mert hogy nem minden magyarul beszélőnek ugyanilyen teste van, mint most nekünk. És attól még tud magyarul. Ez humanoid test? A speciál humanoid űrhajóban, amiben jártam, az volt kiírva, hogy kijárat. Rovásírással, a színzú rovásírással volt kiírva, hogy kijárat. Így néztem, ó. Akkor már ismertem azt az írást. Nagyon érdekes. És igaz, hogy a mi zsidóink, vagy a zsidóink, tehát elleredik meg ezek, akik megcsinálnak az atombombát, úgy jutottak az atombombáig, hogy Mózes szemkönyve szerint tanultak, ami a 12. bolygósokra származik. A Zohár szerint. A Zohár szerint, meg a Sifradi szemkönyve szerint tanultak. És abban nagyon sok minden benne van. Tehát a tértechnológia benne van, az atomok világa benne van, de már 700 éve, vagy 1700 éve, nem tudom mióta, de már ott van. Az csak 700 éves a könyv, de a tudás az sokkal régebbi. A görögöknél is ott van, egyértelműen. Megtaláltam Egyiptomban az időhúroknak a képét, több helyen is megtaláltam. Hogy tudtak a tértechnológiáról. Hát persze, ha űrhajókkal jöttek ide, akkor kellett, hogy tudjanak. De
nem lehet átmenni a szomszéd csillaghoz rakétákkal. Nem lehet, az egy baromság, nem érdemes vele szarakodni. Nem, nem úgy kell átmenni. Tehát meg kell tanulni a tértechnológiát, térugrásokkal át kell menni. És akkor hetek alatt átérsz, és nem kell, nem fénysebességnél gyorsabban mész, mert ha nem térnem időben, nincs idő, ezt kell már felfogni. Nincs távolság és idő. Azért a neve az, hogy nem tér, nem idő. És oda átszinkronizálsz, egy kicsit torzítasz a térforrásodat, és a Marson túljössz ki. Egyszerre, pillanatban. Régebben, sőt többször megkérdeztem már, hogy hogyan kell felfűzni az űrhajóra az embereket, vagy mindent, amit magába akarunk vinni, de hát hogyha eléggé régi, eléggé magas szintről származik az a térforrás, ami irányítja, akkor igazából mindent elirányít. Senkit nem kell ráfűzni, mert rá van fűzve. Mindent elirányít, így van. Ha elég magas erő van, akkor mindent elirányít. És ezért mondjuk a Holdnak van jelentősége. Tehát a Holdnak van jelentősége, mert a Hold a Kronosz lánya. És mivel a Kronosz lánya az a galaxis közepe, és a galaxis közepéből származik az anyag, abban az anyagban rengeteg fényt van, térkvantum van, ami fejjel van fölfűzve. Ugyanolyan térkvantum, mint a lelkedben is van ilyen térkvantum. Fénykvantumból is lehet csinálni térkvantumot, ami van most. Azt most nem fogom elmondani, hogy de lehet fűzni. És nem mondom. Tehát át lehet alakítani, igen. Csak azért nem fogom elmondani, mert fegyvert lehet belőle csinálni, tudod. Olvastam egy nyugat-afrikai törzsről, szenegáli törzsről, nem tudom, hogy hívják őket, akik állítják, hogy nem tudom, vagy a Sirius, vagy a csillagrendszerről, vagy a Foxy-Hopperből jöttek, és a dogonok, és magasabb szinten gondolkoznak, pedig ilyen nomád életet folytattak, de csillagászatban előbbre járnak. A tanítómestereik jöttek, és azok tanították őket, és el is mondják. És a Sirius rendszerből jött az biztos a tanítómesterük, hogy ők olyanok voltak-e, vagy nem, azt nem tudom, mert jöttek át Afrikába onnan a Sirius rendszerből, a harmadik bolygóról jöttek át a négerek. Azok onnan a jöttek át. Igen, a négerek. A feketék onnan jöttek át. Azok nagy őállóak, ugye ahhoz képest, amilyenek mi vagyunk, de pedig fekete a bőrük, ami jobban elnyeli a sugárzásokat. És ennek ellenére őállóak, mert ők a harmadik bolygójáról jöttek a Sirius rendszernek, amivel ciklikusan olyan őrült sugárzás meghőség van, amikor éppen elsüvítenek a központi csillag közelébe, akkor a Föld alá bemenekülnek mindig, és akkor utána, amikor az lezajlott, akkor megint előbújnak. És onnan jöttek át, és itt nagyon jól érzik magukat, mert itt nincs ilyen veszély, és jól érezték magukat. De ez már több tízezer évvel ezelőtt volt, nem most volt. Nem most volt, és hát megpróbálják ugye az emberiséget a hajmokra visszavezetni, meg minden. Mindig eszembe jut a Tömő utcai diákotthon, ahol az előadásom volt, közvetlenül a rendszerváltás, ilyen 90 környékén van, és rendszerváltás idején, és akkor föltettem ott a kérdést, ilyen előadást tartottam, föltettem a kérdést, hogy kiszavaz arra, hogy a majomhoz, valami majomhoz hasonló közös ős vagy cickány, vagy mi, onnan származik, vagy őt az Isten teremtette. Gyereke, se a tanársegédek, se a tanárok, se a professzor, aki ott ült Sunyin a hátul, mert tudtam én, hogy kicsoda, beült Sunyin, és azt se tette fel a kezét, hogy ő a majomtól származna. Érted? Egyetlen egy nem tette fel a kezét. Na, de mindenki azt mondta, na jó, de akkor ez nem volt még divat, hogy az Isten teremtette, akkor nagyon szocializmus volt még. Ez az, hogy ez ilyen agyatlanság, hogy az ember szégyeli, hogy a majomtól származik, de az, hogy valamikor egységek is voltunk, azt nem szégyeli, csak az, hogy valamikor majmok is voltunk. Nem voltunk majmok. Sosem voltunk majmok. Nagyon rossz ezt hallani, tudom, de... Mert már megszólták. Ugye a földön kívüliek, olyan nagyon elmélet is, a földön kívüliek mesterségesen megteremtették ott Közép-Afrikában. Olyat csináltak, hogy rabszolgát akartak, vagy ilyen bányamunkást akartak csinálni a majmokból, és akkor az emberszabású majmokkal kísérleteztek, hogy megokosítják. És akkor ilyen bányamunkást csinálnak belőle, mert nagyon erősek voltak az izomzatok, minden. És akkor hát ilyen uránbányában vagy valahol alkalmazzák. Igen. És volt is uránbánya, működő uránbánya. Megvan, megtalálták, de ott soha nem, mostani, mit tudom, elmúlt ezer évben nem bányászott senki uránival.
És mégis az uránbánya láthatóan megmunkált uránbánya volt, tehát ott már valakik ástak, dolgoztak. Bronzvésűben. Bronzvésűben, persze. Hát az urán szurokkész az nem olyan kemény, de hát mondjuk azért a keményebb ilyen dolgokat már nem igen tudod elütögetni. Egy bazaltot már nem tudsz nagyon elvésni egy bronzvésűben. És annak mondjuk arra nem is beszél, hogy a kvarcot, ilyen mondjuk a jogar, a király jogaromban lévő kvarcot, amin három oroszlán van, és mondanám, hogy azért faragva, és akkor mondták, hogy 300 évig csiszolták családot, atyáról, fiúra, és úgy csiszolták, hát jó, nem volt jobb ötlete a magyarázónak ennyi. Hát nem. Öntött kvarc, képzeld el. Öntött kvarc. De nem most öntötték, hanem már ezer évekkel ezelőtt. Csak ahol elég nagy meleg kell, hogy a kvarcot önteni tudjam. És formába öntöd a kvarcot, akkor itt van ez a... A kvarc és az üveg között mi a különbség? A kvarc az más, az csak szilícium-dioxid és nem nátrium-szilikát féle valami, vagy kálium-szilikát féle valami. Tehát az üveg, hogy üveget ugye hogy csinálják, hogy szódával összefőzik a homokot. Összeolvasztják, és akkor megolvasztja mind a kettő, és akkor lesz belőle nátrium-szilikát, kálium-szilikát. De a kvarc az nem, az tiszta szén-tiszta szilícium-dioxid kristályos állapot. Homok. Hát a homok szerű, igen. A anyag a homok, de ugyanaz, mint a gyémánt. Tehát a grafit is ugyanúgy tiszta szén, mint a gyémánt. Ugyanúgy. De a grafit szellőzát nem tartod nagyon drágának, de a gyémánt az drága. Mondjuk egy akkora graf, vagy akkora a gyémánt, mint a ceruzádban a bél, az már komoly pénzt jelentene. Igen. Pedig ugyanolyan szén van. Csinálnak is belőle gyémántot, van ám sok mesterséges gyémánt. Tudom, nagy nyomással lehet belőle gyémántot csinálni. Láttam egy olyan kőolajat csinált, ilyen 2000 atmoszférával valami angol professzor, nagyon régen láttam ilyen filmet, ahol betett egy ilyen nagy henger volt, és akkor egy nagyon erős csavarokkal lezárt volt, ilyen karimája volt, és nagyon erős, sok csavarra le volt zárva, és alul fölül, és akkor abban berakott, telerakta ilyen, hát ilyen káposztalevéllel, krumplihéjjal, ilyenekkel. Tehát ilyen konyhai hulladékkal teledobálta teljesen, és akkor rátette a teltét, rácsavarozta, és megnyomták vagy 2000 atmoszférával, egy hét múlva Brent-olaj jött ki alul. Levették a nyomást róla, kinyitották alul a csapot, és olaj folyt belőle. Ez is milyen érdekes. Egy másik, az meg a izéket, palackokat frakcionált desztillálta, ki japán professzor. Akkor az Egeri, amit bemutatott, az is nagyon érdekes volt. Az Egeri, dr. Egeri György bemutatta, nagyon jó volt. Az is milyen, hogy vízbontás, de tök másképp. Tehát nem az, hogy elektromos áram, egyenáram, ez a zseblámpa eleme is működik. Már nincs is zseblámpele, már nem szerintem nem árulnak sehol. Zseblámpele, már LED lámpákban nem olyan van. És ott megmutatta, hogy csapkodta is a vizet, miközben bontotta. Valamilyen ilyen excenterrel csapkodta, ilyen lökés hullámokat csinált benne, és nagyon érdekes, olyan keletkezett, mint a durranógáz, de nem az. Kettőnek valami furcsa keveréke, mintha oxigén meg hidrogén lenne, de 70 fokon ég. Ilyen szúró lángot csináltak vele, és akkor a hőmérővel mérték, az infrahőmérővel mérték, hogy mennyi a lángnak a hőmérséklete. Hányért veszünk? 99 forint. Micsoda? 4,5 voltos laposára. Lehet kapni? Lehet kapni, 78 forint plusz áfa. Hol? Kínában. Nem, ez árgép. Tényleg? Lapos elemet még árulnak? Nem lápos, lapos. Nem lápos, laposnak. Tehát már az annyira nem láttam sehol. Hát mondjuk most voltam a praktikában, de nem láttam lapos elemet. Hát, szóval kell nekünk grafitrút, vagy szénrút van. Van benne szénrút bizony, van ám a lapos elemben szénrút, van három darab. Meg cink, meg szénrút, meg barna kőpor, meg ilyen zseli trutymó. Valami ásó trütymó, valamilyen zselészerű, nem tudom mi van benne. De barna köpor az biztos van benne, mert gyerekkoromban sokszor szétszedtem. És akkor van benne középen egy szénrúd, egy ilyen,
Hát ilyen 6-os körülbelül szénrúd, 6 mm-es. Jó vezeti az áramot. De nem csak az a lényeg, hanem a cink és a szén között a különbség az nagyon lényeges. Milyen különbség? A feszültség különbség. Tehát hogy működik egy ilyen kémiai elem? Tehát ennek a működési elem. A galván elem, igen. Hát a galváni találta föl, de hát ugye egy rézlemez, meg egy vaslemez. Rézlemez, cinkatól. De igen, és akkor közé teszel egy ilyen itatos papírt, egy kicsit meg ecetezed mondjuk, vagy savazod valaminek, és akkor hát ez ad feszültséget. Rendesen működik. Sorba lehet kapcsolni, ugyanúgy működik. Hát hamar megeszi a lemez, de egy darabig elműködik. Tehát, hogyha nincs áram, meg kérdezted, mit lehet csinálni atomtámadás esetén, például illet galván elemet csinálni. Cinkelem rézlemez, az is jó hozzá, nincs más rézlemez, vaslemez. És ezeket egymár közé teszel egy szigetelőnek egy itatos papírt, nedvesített itatos papírt, amire egy kis ecetet, savat teszel, akkor az elkezd áramot adni, és akkor ezeket összekapcsolod, és abból lehet, szól a rádió például. Nem akkor, amikor sehol nincs már elem, akkor szól a rádió. Nem teljesen ide kötődik, de láttam ilyen pakisztáni trákkos YouTube csatornán, hogy nem volt más megoldás a sivatag közepén. Teherautó akkumulátorról hegesztették az alvázat. Közönséges teherautó akkumulátorról hegesztettek. Hát a teherautóban elég nagy áram van már. Van, lehet egeszteni már. Ilyen ekkora nagy akkumulátor van benne, azzal azért már lehet egeszteni. Szóval már... Megolvasztja a villáskulcsot, már a személyi autó akkumulátor is. Az is megolvasztja. Hülye vagy és lányomod, rövidre zárod, az megolvasztja. És a szerencsét van, nem robban föl. A szerencsét van, akkor a gőz nem veti szét. Így van. Nem veszélytelen ez a játék, ne csináljátok. Robaképpen se, mert kiégeti a szemeteket, vagy valami, mert olyan szórja a olvadfémet a pofádba, nem játék. Na, tehát visszatérve még a kérdésedet nem válaszoltam meg. Ebben az atomháborúban nagyon kell tudni, mi az, hogy radioaktív sugárzás. A radioaktív sugárzást nagyon sok minden, a természet is nagyon sok mindenbe előállítja. Tehát vannak radioaktívan sugárzó elemek gyárilag, tehát ezt nem kell csinálni, ez mint az uránszúrókész. Például Pécs mellett volt egy rét, ahol kitereltek egy tehenet, az meddő lett. És a háziasszonyok is kifeküdtek, ha nem akartak gyereket, képzeld el. Ilyet hallottam, hogy Vasas 2-be hallottak, tehát ott a közelben. Az egy bányafalú volt, és akkor ott hallottam. Mert ott uránszúrókész bányait van nekünk saját uránszúrókészünk, és azt megszüntették a bányászatot, de még van. Rengeteg titánunk van, az nagyon jó, de tényleg rengeteg. A Duna almásfűzítőnél, meg ott a Kolontánnál, ahol volt a balé, tehát rengeteg ilyen iszap van, ilyen vörös iszap, ilyen szemét iszap, ami tele van titánnal különben. Mert az alumínium gyártás melléktermékkel. Ugye az a vörösséget a vas adja. Na de ez milliónyi tonnányi vas, tehát az igen sok vas. Ha megfelelő módszert talál ki valaki ezeknek a szétbontására, akkor ez még nagyon hasznos lehet. Tehát olyan, ez eljárás kell kidolgozni, hogy hogy lehet ebből hasznos dolgokat csinálni. Egy fizikus barátom, a Galilei volt valamikor, itt most nem úgy hívták, hanem másképp hívták, és ez egy fizikus barátom az pontosan azt a feladatot kapta, hogy az almás fűzítői ebből a bauxiti szarból csinálnak valami hasznosat, mondjuk téglát, vagy valami ilyesmi, de kétszeres volt a radioaktív sugárzása a háttérsugárzásnál, és ezért az nem volt jó. Tehát azt nem méri általában senki, nem is mondja senki, nehogy valaki még valamilyen izét kérjen. Valamilyen fizetéskiegészítéssel dolgozik vele, hát ez mindenhol szélámosság. Kohós alak ugyanilyen. Kohós alak ugyanilyen. A házak a padlására fel voltak szigetelésnek. Úgy van, és közben a lakásban szépen a rádióaktivitás jött lefelé. Salakpályákat csináltak, azon teniszeztek, sportoltak, úgy sportoltak-e. Na most közben rádióaktív volt alattuk a salak. Aztán már megszűnt ez. De volt ilyen, a Népligetben
még dolgoztam is, vagy két hetet egy ilyen sarkpályán, ahol sarkos. Itt a gond az, hogy kiporzik és bejut a tüdőbe, és a, igen, és a tüdőbe bejutva ez a por, a rádióaktivitásával szétcsinálja a tüdődet darabokra. Belülről jobban pusztít, mint kívül. Belül sokkal jobban pusztít, igen. Por, sokkal. Ez azért van, mert belülről nem lehet kimosni, lemosni, míg a bőrömről el tudom távolítani. Igen. Tusolással. Hát kiköhögöd egy részét, ha a tüdődbe belélegzed, de a nagyon finom por az még úgy beleül. Köhögsz, de beleül. Nem veszélytelen. De hát ilyeneket csináltak. Hát rengeteg ilyet csináltak. Tehát nem volt divat. A rádióaktivitásról még a Curie előtt nem tudott senki. Gyerekek. Hát a Curie házaspár miben halt bele, hogy a zsebébe hordta a rádióaktív szarokat? Abba haltak bele. Fogalma nem volt, hogy veszélyes. Ugyan már jelzéseket adott neki az Isten, jó, kaptak Nobel-díjat, rendben van, de ott volt, érted, ahogy rendben rátette a fiókjába, rárakta az ilyen mozi, nagyítópapírokra, rárakta a tetejére ezt a követ, vagy akár micsodát, és akkor amikor előhívta, mindegyiknek ott volt egy, el voltak feketedve. De miért? És akkor megint kipróbálta, ettől feketedett meg. Ráexponálódott? Megvilágította? Ráexponált, mert megvilágította a fotópapírt, hiába volt becsomagolva, mert ez a sugárzás simán át. A fény nem ment át azon a fekete, meg piros, meg mindenféle papíron, de azért átment. Mondhatjuk, hogy fény. Milyenre hatol, és... Milyenre ható, meg kisebb? Mitől pusztít? Az intenzitásától? Az intenzitás az fontos, de nem a pusztítás lényege mi. Az, hogy bemegy a sejtek belsejébe, és bemegy az atomjai belsejébe, és onnan helyi, lokálisan sugároz. Behatol és bent reged. Igen. De ez nem biztos, hogy az atomokba megy bele. Nem, egy része. Jobban ionizál, ez kétségtelen, jobban ionizál, ez biztos, hogy így van, de hogy miért ionizál jobban? Azt mondják, ugye, mert nagyobb az energiája. Biztos, hogy nem azért, hanem azért ionizál, mert mélyebbre hatol az atomokba és a belsejükbe is. Akkor így lesz valami sugárszennyezet, hogy behatol behatol az atomjaiba és ott megreked a... Egy ócska kombinált fogó, amit a sugárzó helyen hagytak, ami nagyon sugárzott ott valami mellette, egy ócska kombinált fogó. Vagy egy doziméter. Vagy egy doziméter. Igen, a háttér, van egy doziméterem, amin szoktam gyakorolni a másik doziméter. Mert az a doziméter, az olyan kétszeres háttérsugárzás. Nem veszélyes, mert az még nem egy olyan nagy durva. És ha nem buzerálod közelül, akkor nincs semmi vele. De annak ellenére sugároz egy kicsit, tényleg egy kicsit. És akkor az a sugárzó, a háttérsugárzás duplája az még nem egy nagy durva, mert a tízszerese az már veszélyes, de a duplája meg háromszorosa még annyira nem veszélyes. Ha tartósan benne vagy, akkor igen. Tehát, hogyha azt a szart mindig az ölembe tartanám, az nem lenne jó. De nem tartom az ölembe. És ez a lényeg, hogy az anyagok, mindenféle anyag, de mindenféle anyag sugárzóvá válik tőle. De hogyha kifele sugározza, akkor az jön belőle kifele. Miért nem fogy ki? Kifogy, van egy felezési idő. Kifogy. De hogyha feleződik, akkor anyagról beszélünk, nem pedig fényről. Igen, az anyagban elraktározott fényről beszélünk. Amit ő lesugároz magából, egy más alacsonyabb frekvencián általában, mint ahogy elnyerte. Tehát ugyanígy működik ez a fénycső itt a fejem fölött, ez is úgy működik, hogy a világító festék attól világít, hogy ebben van egy ultraébolya kisülés. Napozni is lehetne mellette, hogyha nem nátrium üvegből lenne, hanem káli üvegből, ez a üvegcső, akkor, és nem lenne rajta fénypor, ez a germicid lámpa, ezt szokták használni a nyűjtőbe fertőtleníteni. Mert egy egész erősen ózon keltő, és az ózon ott kering a levegőbe, és az ózon ahová bemegy, ott a baktériumok azt mondják, hogy köszi, ezt már mégsem. Nem szeretik az ózont a baktériumok, vagy az UV-t általában nem szeretik.
és akkor a baktériumok besugárzódnak UV-val és kész. Ezért a nap fertőtlenít. Nagyon tetszett az a valami holland egyetemistának az az ötlete, ugye? A holland egyetemistának az az ötlete Afrikában volt, és ott sorra haltak a gyerekek, a szutykos vizet itták. És akkor egy egyetemista volt, és akkor hát ő az ásványvizeti volt, de aztán kitalálta, hogy megszűrték a vizet, meg betették ilyen rossz ilyen üdítősüvegbe, ilyen fehér átlátszó üdítősüvegbe, berakták és felrakták ilyen hullámtetőnek, volt ilyen hullámpala, és annak a tetejére így sorban felrakta ezeket az üvegeket a napra, és sterilizálta bele a napra. Vannak ilyen sterilizáló berendezések. Na de ez ingyen van. Igen. Egy úcska üres kolás üvegbe beleteszed a vizet, fölteszed a tetőre és sterilizálja. Ez a tudás lényege, gyerekek. Ezek ott halomra haltak a gyerekek, nem érted? Hogy a gyerekek halomra haltak, mert az anyjuk, meg az apjuk egy idióta. Amiki nem tanulta meg, hogy mi a sugárzás, mi a veszély, meg ha tanult volna, nem haltak volna meg a gyerekek. De ugye jelében egy laborban kitennék, vagy... Laborban kitennék, az is csak meg kell napoztatni. Meg kell napoztatni, úgy van. És nem napoztatja meg, mert minek az meg vizé, mert így a nagyanyám is így csinálta. És kész. És öli meg sorba a gyerekeket. Bocsánat, a megnapoztatott víztől jobban nőnek a növények, meg jobb szeretik az állatok. Igen, igen. Mint ami frissen a kútból vagy csampból. Állatvizet ittunk kancsóval, nem véletlenül itták az öreg ilyen kancsóval az asztalra vizet. Volt vízcsap, de kiengedték kancsóval, és ott volt az asztal. Mert a víz, mert először is kimegy a klór, amivel klórozzák, ugye, hogy, ne, hogy az is egy baktériumölő hatása miatt van benne, klórozzák, és akkor kint van a napon, a fényen. És akkor az sterilizálja a vizet. Jó az. Ezek egyszerű praktikák, nehogy már ez bonyolult legyen, egy üvegkancsó, vagy egy ocska kiürült üdítős üveg. Hát nehogy már ez bonyolult legyen, azzal is meg lehet csinálni. Kiteszed a napra, két-három ilyen üveg, kiürült üveget, és akkor azt iszod utána, amit már megnapoztatta. Nem melegén kell meginni, hanem meg kihűtöd valahol, és akkor már finom. Ezeket mind meg lehet tanulni. Például ez nagyon fontos, például a rádióaktivitásnál is. Kell egy doziméter, a sugárzásmérő. Na most ilyen sugárzásmérő, hát ez kb. 2000 forintból megcsinálható. Tehát nem egy valami elérhetetlen összeg, meg hát ez nekem az nagyon bonyolult a működés, nem, bekapcsolod meg ki. Na most, ha ez már bonyolult, akkor menj a francba. Ha bekapcsolsz egy kapcsolat, meg kikapcsolsz egy kapcsolat, ha ez bonyolult, akkor menj a francba. Na most, és ilyet lehet csinálni. Tudod, miből csináltam, működik? Glimlámpából csináltam, működik. A glimlámpa van azokban a konnektorokban, ebben speciál nincsen. Van a világító, piros lámpa, világít benne a konnektorban. Körülbelül a kínaiak 20 forintért ez lehet egy darabját, szóval. Tehát ilyen, mettem ilyen marékkal ilyen glimlámpát, 20 darabot, mit tudom, ilyen olcsóval. 20 forintért kb. Darabját, és az a lényeg, hogy az is úgy működik, mint a GM, a GM cső, amiben igazából csak egy drót van, le van légritkítva, egy drót van benne, meg egy bábok cső az egész. Ez az egész mérőfej. És ahogy ez nagy feszültségre ezt rákapcsolod, átütöget a szikra belül ebbe a csőbe, és azt számolgatja a doziméterben lévő számláló, hogy hányszor ugrik át a szikra. Így működik. De egy ilyen dozimétert meg lehet csinálni, mondom, nagyon-nagyon olcsó meg lehet csinálni, most majd ahogy kész lesz, ki fogom tenni, a honok.hu-ra ki fogom tenni, az ablak sorozat legvégére valahol ki fogom tenni. A kapcsolási rajzát, a nyomtatott áramkörét, meg hogy kell megcsinálni, ki fogom tenni. Na most ebben lehet csinálni nagyon olcsón egy doziméter, és amikor a sugárzásmérőd van, akkor azzal meg lehet mérni, ha vészhelyzet van, hogy ez a kaja ehető vagy nem. Ez ilyen, például ilyen. Hogyha ezt te nem tudod, akkor a veszélybe bemész, mert beviszed a gyerekedet is. Mert fogalmad nincs, mint az én meséltem az afrikai tetőn sterilizálód, pont azért mondtam, az is, ha tudta volna, nem haltak volna meg a gyerekei. És ott is az van, hogy nem tud kutatásni, fogalma nincs. Ott hal szomjan, az a tudás jelzik meg, hogy kell kutatásni. És akkor oda megy valaki, láttam ilyet,
ócska PVC-t, ilyen vízvezeték, ilyen WC lefolyó csőből leveregette a homokba, nyomogatta le a homokba, akkor engedett bele vizet, megint ütögette lejjebb, megint öntött bele vizet, nem költ hozzá egy vödör víz, vagy két vödör víz, de utána ezzel annyira lenyomta, hogy lenyomta a talajvízig, és attól kezdve beledugott egy vékonyabbat a vastagabba, aztán és jött neki a víz, egy kis pumpa, aztán jött fölfelé a víz. És lehetett inni. Tehát meg volt szűrő a homokon keresztül. Itt is az van, hogy a maga tehetetlenség, a tudatlanság viszi az embereket ilyen bajba, hogy megszomja hal, vagy a gyerekei meghalnak. És ezeket érdemes megtanulni mindenkinek. Ez nem bonyolult, ez érdemes megtanulni. És hogy lehet ilyen dozimétert csinálni? Hát úgy kell, van egy kis blocking oszcillátor, a blocking oszcillátor meghajt egy kis trafót, a kis trafóra ráteszek egy stabil, három stabil C-t, ami a TV-ben volt, mondjuk ilyen 33-as C-nél, abból a 100 volt a stabilizál, 99-re egész pontos legyen, de a grimlápát már 70 voltunk bejújtanak, és akkor fogod magad és ráteszel még egy izét, ilyen órapiezót, ami kattog, egy kondenzátoron keresztül kattogtatod, és akkor, ahogy oda teszed egy rádiaktív dologhoz, a glimlámpa elkezd világítani, ahogy beállítod, van egy potméter még benne, amely be lehet úgy állítani, hogy éppen ne mérjen, ne világítson. És akkor utána, ahogy oda teszed egy rádiaktív valami, ez akkor elkezd mérni. Nagyon jó. Olcsó van. Semmi. Mi van ebben? Semmi. Ezeket mindent ki lehet szedni a szemétből. Amit elmondtam, az mind kiszedhető a szemétből. Tényleg. Minden a szemétből kiszedhető. Nem kell hozzá még nyomtatott áramkor sem, csak az annyiból egyszerű, csak beledugdosod a megfelelő alkatrészt, összeforrazgatod, aztán kész, működik. És akkor egy elem van hozzákapcsolva, az jó van. Ezek most csináljuk egyébként, szóval meg lesz csinálva rövidesen, csináljuk, és ki fogom tenni, aztán bárki leismételheti, ingyen, nem kérek érte semmit. Csináld meg, ne legyél lusta. Na most egy ócska konnektor, amit már kidobsz, de még jobban a glimlámpa szemét, ugye? És itt tovább. Na, hát azért még azt elmondom nektek, hogy ha valaki segíteni akarja a kutatásokat, akkor szívesen veszük a támogatást. Az a Istentan Egyesület és 0640 a technikai számunk, oda küldjétek az 1%-ot, azzal nagyon sokan segítettek már, meg örültünk neki, nagyon szépen köszönjük, aki segített. És ez csak a adóbevallásnál beírott. Neked nem kerül semmibe, mert azt az 1%-ot el fogják valahová rakni mindenképpen, de ha ilyen kutatásra akarod használni, akkor az nagyon jó. Sok izgalmas gravitációs hullámkutatás, hajtóműkutatást, antigravitációs kutatást, szóval én őrületeket csinálom, mind őrületet csinálom. Mert többek között ezt a dozimétert is. És? És konzultáció hétvégén. Konzultáció. Május 14-e. Május 14-e. Amikor ez kikerül. Igen, amikor kikerül, akkor San Marco 49. 4. emeleten fönt a kápolnában van nekünk egy kis kápolnánk, és ott van, hát olyan 25-30-an beférnek, ott van a kápolnában, lehet jönni. Ezt ugyanilyen előadást, mint ez, csak ott nálunk van, mert ettől a művelődés áztól nagyon szépen köszönjük, hogy két hétre azért megkaptuk, tehát két hetenként kaptunk itt termet, de ott a másik két hetet azt meg nálam tartjuk meg, és az is nagyon jó szokott lenni, ott egy kicsit többet tudok gyakorlati dolgot mutatni, mert ott van helyben. Tehát lehozom a műhelyet, azt megmutatom neked, mert egyszerű. És meg tudom mutatni. Ide már becipelni már hát nem nagyon jó, mert van, amelyik nem is olyan könnyű, de ott meg tudom neked mutatni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor 14-én, aki a Lelkészi Egyetemre jár, az jöhet, aki nem jár, az is jöhet, és ez egy egész napos, tehát az 10 órától este 7 óráig van. Tehát látástól Mikulásig tart, és van egy ebédszünet, egy órás, és akkor így vagyunk ott. Már most évek óta, és már most az állam ugye elvett a támogatásnak a felét, de az is már valami, hogy van valami. És a művelődés jár is jó, most csak, mert minden csütörtökön volt itt az előadás, már 31 éve, vagy így valahogy, és minden csütörtökön, 32. éve. És minden csütörtökön volt, most már csak második csütörtökönként van, nem nagyon jön be a bevétel a
művelődési háznak, mert mindenki úgy lóg be, meg mit tudom én, szóval, hogy mondja, nem nagyon jön nekik annyira a bevétel, de ott, ha itt már nem leszünk, akkor leszünk ott a másik helyen majd. És akkor ott lesz mindig csütörtökön előadás. Mi vagyunk a csütörtökisták. És akkor ott lehet jönni csütörtökön. A Nostradamus megjósolt minket, bár a fordító érdekes módon, nagyon érdekesen más fordított. Kérdés vagyok, hogy a szó esett itt, hogy az mondtam, hogy elrakterezzek a fényt. Tehát, hogy a fekete lyukak is elrakterezzek a fényt. Mennyi, hát az uránulak, urán 238-nak, Vasszer 990-nek a fényt. Az is raktározza a fényt. De a fekete lyuknak hány 10 milliárd év a felezési ideje? Fekete lyuk az egy atom. Tehát az egy atom? Atom, igen. Ez lényegében egy atom. Egy nagy, óriási nagy atom van. Olvastam a Stephen Hawking könyvében, csak már emlékszem az adatra, hogy a felezés ideje, hogy amikor elpárolognak, a feketőnkök elpárolognak, csak nem tudom, azt már nem érik meg, mert még az új verzum se. Na, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és jövő csütörtökön a Káplánára. 14. évben elkészek. Jöhetek.